Békesség, testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A körzetből megye határokon is átlépő egyházmegyei határokon is túl levő gyülekezetekből is megérkezett testvéreinket. A felmúlt estéken tanult énekekkel kezdjük, énekeljük el most mind a kettőt, biztosan már bátrabban megy, és aztán majd ez alatt lehet később érkező gyülekező, és utána énekelünk majd fennálló is gyülekezőjében. A bűnöm védkemből ugye még kezdett énekel. Énekelünk először.
emberré lettél azért, hogy a nyomorult bűnöket
bűnbánatot és az örök életet. És köszönjük neked, hogy feltámadtál, és ott vagy most is az Atya jobbján, és esedezel érettünk, és amikor elbukunk, amikor vétkezünk, köszönjük, hogy szószólóként ott állsz az Atya Isten előtt. Légy áldott, hogy megígérted, aki hozzád jön, az semmiképpen ki nem veted. Szeretnénk így jönni, sok bűn alatt, sok hiány valósággal megterhelve, talán vereségből, bukásból, talán szégyenkezve, pilonkodva, csalódottságból, összetörettetésből, gyászból, betegségből, kérünk, fogadj el, és oldozz fel minket. És ajándékozz meg ezen az estén is, tőled jövő igével, és cselekedj szent lelkeddel, hogy aki itt hirdeti, és hallja az ígét, adja néked a szívét. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával Urunk üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek ma este, az apostolok cselekedetéről írott könyv 8. részéből, a 36-tól a 40. versig terjedő igeszakaszból olvasom. Még ezt az igeszakaszt olvasom és magyarázom, foglaljuk a helyünket. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 8. részéből, a 36-tól a 40. versig terjedő szakaszból így szól hozzánk Urunk írott igéje. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember, íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadt a Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az autózba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai estén is. Az elmúlt estéken sok mindent megtanulhattunk igény főszereplőjéről, Etiópia pénzügyminiszteréről, Kandaké királyné asszony kistárnokáról. Hétfő este azzal kezdtük, hogy ez az ember őszinte és kereső ember volt, aki vágyakozott az élő Isten után, vágyakozott arra, hogy megismerje az élő Isten, Izrael Istenét, akiről nagyon sokat hallott a hazájában, és ahhoz, hogy ezt az Istent megismerje, kész volt áldozatot is hozni, hiszen eljárt a jeruzsálemi templomba, és nem elégedett meg azzal, hogy ott volt az Isten tiszteleten, beszerzett magának egy tekercset is a Szentírásból, pontosan Ézsaiás próféta könyvét, és mindjárt hazafelé menet a hintóján, lelki éhséggel és szomjúsággal olvasta, de nem értette. Isten viszont látta az ő vágyakozó szívét, és azt akarta, hogy a találkozás közte, és arról, akiről az írás szól, Krisztus között létrejöjjön. Ezért küldte oda a gázai útra az ő szolgáját, Fülöpöt. És tegnap este szó volt arról, hogy Fülöp a lélek indítására járult oda a hintóhoz, szólította meg ezt az embert, egy lényegbe vágó kérdést is feltett, vajon érted is, amit olvasol, és amikor hallotta alázatos válaszát, hogyan érthetném, amikor nincs, aki megmagyarázza,
És amikor megkérte Fülöpöt, hogy üljön fel hozzá a szekélyre, akkor Fülöp megtette ezt, vállalta vele a közösséget, és mivel a profécia, amit olvasott, Jézus szenvedéséről szólt, az írásnak abból a helyéből kiindulva hirdette neki a Krisztust. Nagy ajándék, testvérek, az, hogy mi is, ahogy Pál apostol mondja, a keresztre feszített és feltámadott Krisztust hirdetjük. És ez az ajándék, hogy hirdethetjük. Róla tehetünk bizonyságot. Annyira hálás a szívem, valahányszor olvasom, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítványok között, ott a János evangélium a 20. részében, és azt olvassuk, hogy rájuk bízza az igét, elküldi őket, vagy amikor imádkozik a főpapi imájában, és azt mondja, hogy én nekik adtam a te igédet. Minden ige hirdetőnek meg kell tanulni, hogy az ige, amit továbbadunk, amit hirdetünk, az nem a miénk. Azt mi is kaptuk. És olyan nagy ajándék az, amikor valaki el tudja mondani, mint Pál ott az első korintusi levélben, 11. részben, általában az úrvacsora szereztetési igényének nevezzük a 23. és következő verset. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Ezt viszont nem lehet megspórolni. Mert jönni kell az Úrhoz, kérni kell az igét, el kell venni az igét, és aztán, amit elvettem és megértettem, azt tovább kell adni. Nagyon szeretem azt az ige részt az 50. részből, az Ézsaiás könyvéből, ahol a 4. és következő versekben azt mondja a profécia, az én Uram, az Úr megtanított engem, mint az ő szolgáját beszélni, hogy hirdessem az ő igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel felébreszt engem felserkenti fülemet, hogy hallgassam tanítványként, én pedig nem voltam engedetlen. Vagyis így kezdődik, amikor felébredek, vételre állítom a szívem, oda tartom a fülem, kész vagyok meghallani, amit az Isten mond. Vagy emlékeztek rá, éppen a Lukács evangélium 24. részében a végén olvassuk, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítványok között, és olvasunk ilyet, hogy ekkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írást. Ő az, aki felserkenti fülemet, hogy halljon. És ő az, aki megnyitja az értelmemet, hogy értsem. És óriási nagy ajándék az, amikor tényleg nem csak olvasom, amikor a Biblia nem csak egy könyv lesz a sok közül a kezembe, hanem beszélő könyv, az élet szava, Isten mennyei levele. Ezt viszont testvérek valóban mindig csak alázattal és hittel lehet olvasni. Sokan vannak, akik bírálják és kritizálják. Ma is előfordul. És vannak, akik hittel fogadják. Olvastam egyszer egy fiatal emberről, aki megtért, és tele volt a szíve Krisztussal, meg örömmel, és ezzel az örömmel olvasta a bibliai történeteket. Egyik délután egy nagyvárosban, egy padra leült, egy parkban, mohó szomjúsággal, léséggel vetette rá magát újra a Bibliára, közben nem is figyelte, annyira elmélyült az ige olvasásában, hogy a padnak a túlsó végén ott ült egy idősebb ember. Éppen azt az ige részt olvasta, amikor Isten az ő választott népét kihozta Egyiptomból, és száraz lábbal átvezette a veres tengeren, amit ketté választott előttük. Annyira tele volt a szíve hálával és örömmel, hogy felugrott, és mindjárt elkezdte ott a parba, ahogy a száján kifért, mondani, hogy szenzáció, szenzáció, óriási szenzáció. Ennek a férfinak, aki ott ült a padnak a másik végén, felébresztette a kíváncsiságát. Minek örülsz ennyire? Mire megmondta, hogy ezt meg ezt olvasta a Bibliából. Megszólal a kritikus hangon a férfi, ó fiatal ember, maga még ezt elhiszi. Hát ez csak mese, meg nem történt eset. Hát meg nem is úgy volt az, hogy száraz lábban mentek át. Azért nem szállott ki az a tenger teljesen. Bokáig ért a víz. Nem szólt a fiú semmit,
fent, aztán tovább olvasta a Bibliát. És egy néhány perc múlva megint felugrott, és elkezdett törmében még jobban ugrálni, mint az előtt, hogy még nagyobb szenzáció. Na mi már megint kérdezte az ember, mire azt mondta az, hogy az Isten a bokáig érő vízbe belefolytotta az egyiptomi fáról meg a hadseregét. Lehet testvéreket csinálni, kritizálni az Isten szavát. Ettől fogva még igaz. És milyen jó, amikor valaki nem kritizálva fogadja, hanem el tudja mondani, hogy Jeremiásnál olvassuk, hogy ha szabadat hallottad, én élveztem azt. És a te igény vidámságot szerzett nekem, szívvéli örömet. Itt a gázai úton is elhangzott a keresztről való beszél. És azt olvassuk, hogy ahogy tovább haladtak az úton, mert nem álltak meg, az út folytatódott, oda értek egy vízhez. És úgy megragadott ma reggel, amikor még egy néhány gondolatot írtam a jegyzetembe, hogy Fülöp nem kezdett el ott az gázai úton erőszakoskodni. Nem azt mondta ennek az etióp kincstárnoknak, hogy barátom, annyit prédikáltam neked, most már ide lenne megtérni. Mert Isten gyermekeinek meg kell tanulni, testvérek, hogy ránk csak az üzenet van bízva. Mi megtéríteni senkit nem tudunk. A megtérés az az Isten lelkének a műve és Isten ajándéka. Őrizzen meg az Isten mindenkit attól, hogy valaki úgy jöjjön fel a szószékre, hogy meg akarok valakit téríteni. Mert abból köszönet nem lesz. Esetleg úgy talán majd állni, mint az a történetbeli lelkipásztor, aki az egyik nap ment a kerékpáron a faluba, és egyszer csak hallja, hogy valaki kiabál, mondom a sáncból, hogy tiszteltes úr, fordítja a fejét a hangirányába, honnan jön. Látta, hogy egy ember ott fekszik részegen a kocsajába. Megint beszól, tiszteltes úr, nem ismer meg. Figyelj, hát ismerjük, nem ismer meg. Engem maga térített meg. Mire megszólalt a lelkész félig hangosan, elég baj az fiam, hogy én térítettelek meg, nem az Isten a lelke, látszik is az eredménye. Mert ha nem én térítettelek volna meg, hanem az Isten lelke, nem feküdnél itt a kocsajába. Így van ezt testvére. Legyen akármilyen rátermett liget érdető, és akármilyen ügyes lelkipásztor, senkinek a hitet nem tudjuk ajándékozni, és senkinek a szívét nem tudjuk megnyitni. Ez az Istennek a munkája. Isten viszont meg tudja ezt cselekedni ma is, és legyen áldott, hogy meg is teszi. Nézzétek, olyan csodálatos az apostolok cselekedetéről írott könyvben, 16. részben, amikor azt olvassuk, hogy engedelmeskedik Pál és Silás Istennek, ők nekik más volt a tervük, nem akartak ők Európába jönni, aztán mégis eljönnek, kikötnek Filippiben, kiderül, hogy ott még zsinagóga, meg templom sincsen, még csak egy néhány asszonyról szereznek tudomást, akik szombatonként kimennek a tengerpartra, folyópartra imádkozni. Az egyik szombaton ilyen Isten tisztelt címén ők is kimennek, és azt olvassuk, hogy szóltak ott az egybegyült asszonyokhoz. És így írja le a beszámolóját Pál, hogy hallgatott minket egy Tiatirából való bigorálos nő Lídia, és itt a lényeg, akinek az Isten megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Nem bocsássatott meg Pál kezdte el gyomrozni Lídiát, hanem Isten nyitotta meg Lídiának a szívét. Isten végezte el benne, hogy ezt az üzletasszonyt hittel megajándékozta, és mivel Isten megnyitotta Lídiának a szívét, Lídia meg megnyitotta előttük a házát, mert azt olvassuk, hogy így szólt hozzá a kalázattal, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, akkor jöjjetek, szálljatok meg a házomban, és így mondja Pál, nagyon unszol bennünket. Nem ajánlotta magát, hogy én mekkora hívő vagyok, hanem azt mondta, hogy ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, akkor jöjjetek, szálljatok meg a házomban. Testvérek, néha előfordul, hogy a hívő ember is hajlamos átugrani, vagy átesni a lónak a túlsó oldalára. Egy lelkipásztor mesélte el, hogy volt egy csendes hét valahol, itt Magyarországon, és a résztvevők között volt egy asszony testvér, aki amikor vége volt az előadásnak, és hozzá lehetett szólni a dolgokhoz, mindig azzal kezdte, hogy jaj, én ilyen nyomorult vagyok, én ilyen elveszett bűnös vagyok, én ilyen kegyelemre szorult ember vagyok. Hát egyik nap, másik nap még
az történt, hogy a lelkészetnek, a nők és férnek a két sorral a hátam mögé égült. És amikor vége lett az előadásnak, és megint elkezdte ez az asszony, hogy én ilyen nyomorult bűnös vagyok. Én ilyen elveszett bűnös vagyok. Ez a lelkész félhangosan megszólalt a hátam mögül, nem kell annyit magyarázni, kedves, tudjuk. Mert az asszony visszafordult ingerülten, maga meg mind tud kiplegy kátrónak. Értitek? Amikor már a Isten igényé szembesít, hogy tudjuk, nem kell ezt annyit hajtogatni, hogy ki vagy, akkor rögtön felkapja az ember a vizet. És ez a csodálatos, hogy tehát nem ajánlkozott itt Lídia sem, hogy ki vagyok én, nem azt mondja Pálinak, ha úgy látjátok, hogy én az Úr híve vagyok, ha Isten elvégezte a munkáját bennem, akkor szálljatok meg a házamban. És olyan csodálatos, hogy itt is fülvesz a döntést Krisztus mellett erre a kincstárnokra vissza. Hallotta az üzenetet, a keresztül való beszédet, hogy Krisztus érte és meghalt. És ott volt a kérdés, hogy komolyan veszi-e. És elhiszi-e, hogy mindaz, ami a Golgotán történt, az érte is történt. Nézzétek, mi volt ennek az embernek a kérdése. Azt mondja Fülöpnek, hogy itt van a víz. Mi az akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Károli fordításban úgy van, hogy mi gátol, hogy megkeresztelkedjen. Mert most már én lépni akarok. Én nem akarok az az ember maradni, aki voltam. Én változtatni akarok. Mutasd meg az utat. Mit kell tenni? És akkor Fülöp azt mondja, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő külső jellel is meg akarta pecsételni a Krisztushoz való tartozást. Ezért énekeltük az előbb ebben a szép énekben, hogy amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelm mit ne törne át. De erre a kegyelemre, ahogy a 138. Halleluja énekben mondja az énekíró, magamat rá kell bízni, és az ő váltságát tedd a magadévá, és hidd ez számomra is elég. Ezt jelenti a hit. Megmondja Fülöp a feltételeket. Lehetséges, megkeresztelkedhetsz, de ennek van feltétele. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. És miért ezeket mondja? Azért testvérek, mert fél szívvel, megosztott szívvel nem lehet a Krisztust követni. És nem lehet szolgálni. Isten nem elégszik meg kevesebbel, ő egész szívet akar. Emlékeztek az első nagy parancsolatra, hogy odaadja az ő népe elé, és ez ma se változott meg. Halld meg Izrael az Úr, a te Istened egyúl, és szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez az első is nagy parancsolat. Aztán tudjuk a másikat, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ebben a kettőben van összefoglalva az egész törvény. És ezért mondja a példabeszédek könyvében, a 23. és 26. versében Isten mintegy bejelent az igényét, hogy adjad fiam a te szívedet nekem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Bilák könyvében a 16. részben olvassuk, amikor ugye a 7 filiszteus város fejedelem megegyezik Delilával, hogy kiszedi Sámsonból a titkot. És háromszor Sámson becsapja, félrevezeti, és a végén azt olvassuk, hogy elkezd előtte sírdogálni, és ott a 15. versben mond egy ilyen lényegbe vágó kérdést az asszony férjének, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha a szíved nem az enyém. És ha testvérek ezt kérdi Delila Sámsontól, akkor azt mondja Jézus, hogy mondhatod, hogy szeretsz, ha a szíved nem az enyém. Szoktuk énekelni, bizonyára itt is ismétek azt a szép halleluját nekünk, az egységes énekeskönyvet használjuk Kárpátalján, és benne van a gyülekezet énekeskönyvünkben, és itt van szívem, neked adom, Uram. Neked ki alkottál, rossz a világ, nekem ott fiam, szállt így parancsot áll. És nagyon szép ének, de az a kérdés, hogy igaz-e. Itt van szívem, neked adom, Uram. Egy családban történt, együtt voltak a vasárnapi ebédnél, apuka, a hívő édesanyja, aki
és akinek volt egy hívő testvére, és ott volt a kislány, aki rendszeresen járt a hitnal és a vasárnapi iskolába. És ahogy fogyasztották, kamalaszták az ebédet, hirtelen a gyerek az édesapja szemébe nézett, és megkérdezte: édesapám, szeretette az Úr Jézust? Ez a kérdés az apát tolkóra vett. Hirtelen nem tudta, hogy mit mondjon. Azt mondta: biztos anyád meg a nagynényét beszéltette le a fejed, ezért kérdezel ilyet. Gyerek nem tágított: édesapa, szereted az Úr Jézust? Mire ingerülten, felőlem menjél nagynénéddel, meg anyáddal, reggel, estig a templomba, vagy oda, ahol akarsz. Nekem viszont hagyjatok békét, én a magam útját akarom járni. És kissé megszeppenve megkérdezte a gyerek, és mondd édesapám, melyik a te utad, és hova vezet? És ez már gondolkodóba ejtette a férfit. Melyik az utam, és hova vezet? Drága testvérek, sokan vannak, akik így reagálnak. Amikor megkérdezitek az embereket, én Kárpátalján ezt tapasztalom, hogy hogy állsz az üdvösséggel, az örök élettel, a bűnbocsánattal, sokan zavarba jönnek. Van, aki azt mondja, hogy nem lehet azt tudni. Másik azt magyarázza, hogy majd, ahogy megérdemlem, meg majd a jó Isten eldönti. És tudjátok, mit szoktunk mondani az urasztalánál, hogy hiszem és valom, hogy ahogy vagyok, büntetést, halált és kárhozatot érdemelek. Akkor most hogy is van ez? De komolyan veszem a folytatást is, hogy hiszem, hogy értem a bűnös emberét, Krisztus meghal. Mert ahogy azon a bizonyos éjszakán Nikodémusnak elmondta, ott a János 3-ban, a 17. és 18. versben Jézus, hogy nem azért küldte az Isten a fiát ebbe a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ által. Aki hisz ő benne, nem megy az ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez bizonyosság kérdése. Komolyan veszem, vagy nem? És a Biblia elmondja azt is, hogy a bűneset óta minden ember kivétel nélkül, a pici csecsemő is a halál útjára születik, mert a bűn zsoldja a halál. És éppen az Ézsaiás könyvében, az 53. részben, a 6. versben olvassuk, hogy mindnyájan tévejektünk, mint a jó. Mindenki a maga útját járta, de az Úr mindnyájunk vétkét őre áll, vagyis Jézus Krisztusra vetett. És ezért lehet a halál útjáról is kérni ezt a Krisztust, hogy az egyik énekünkben van, hogy véreddel menj el kifolyt, most le rólam, ami folyt, élet útját megmutasd, én meg nem találom azt. Magamtól képtelen vagyok a halál útjáról, a kárhozat útjáról, az élet útjára visszatalálni. És ezért nagy ajándéka Istennek, akik, ahogy Pál apostol mondja, a római levél 10. részében, a 17. versben, itt az hallásból van. A hallás pedig az Isten beszéde által. És ugyanebben a részben mondja a 10. részben, a 8. és 11. versben, hogy közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben. Ha tehát a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Nem olyan régen olvastuk a Bibliaolvasókkal a szószerint. És ezért mondja itt Fülöpennek az embernek, hogy ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Mert ha a Biblia testvére nem vezet el minket Krisztushoz, akkor halott könyv marad. János apostol az első levelében írja az 5. rész 12. és 13. versében. Bizonyára sokoltoknak a szívéhez közel állnak ezek az igék. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És aztán így folytatja: ezeket azért írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának a nevében, hogy tudjátok meg, örök életetek van.
az, hogy majd lesz valamikor. Tudjátok meg, hogy örök életetek van. És a kísértő pont ezért tesz meg mindent, hogy ezt a bizonyosságot, ezt a rendíthetetlen hitet a szívünkben megingassa. Megkérdőjelezi. Olyan szép, és így írtam a jegyzetembe, hogy a Gázai úton egyszerre történt a keresztelés, meg a konfirmáció. Ez az ember testvérek nem járt 2 évet KT-órára, konfirmáció felkészítőre, de a legszebb hitvallás hangzott el az ajkáról, amikor azt mondja Fülöpnek, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És még valami történt. Azt mondta, hogy megparancsolta, hogy álljon meg a hintó. És leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp is, meg az Etió főember is, és Fülöp megkeresztelte őt. Ez a főember döntött. Azt mondta, hogy nekem kell. Ez a Krisztus, akiről az írás szól. Drága testvérek, lehet, hogy sokat hallottunk már Jézusról. Rengeteg ismerettel rendelkezünk róla. De az a kérdés, hogy ma este elhangzik-e talán hitünk megerősítésére, megpecsételésére, vagy először valamennyünknek a szívéből, hogy hiszem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hiszem, hogy a szabadítom, a királyom, a megváltóm és uram. És elmondjuk-e ma este őszintén, hogy uram, eddig én sok felé szekereztem. Lehet, hogy nem hintom, hanem vittek mikrobusszal, meg kocsival, alkalomról alkalomra jártam. Sok mindent tudok rólad már, de ma este megállítom a szekeret, a hintot, és döntök. És kész vagyok leszállni, magamat mindenestől rendelkezésedre bocsátani, magamat megalázni, és most már te rendelkezzél velem, és vezesd az életemet abba az irányba, ahová te akarod. Lehet elmondani ennek a Krisztusnak, hogy lehet, hogy eddig sok földi jóval bírtam, de most már, ahogy Ábrahám énekét is szoktuk vallani, a murló földi jót és vágyát elhagyom, és most már csak őt választom ki, őrizőm és pásztorom. És csak te kell lesz én, Uram, mert benned mindent meglelek, és valóban pár szavaival, ahogy a Filippi levelében írja, hogy ami egykor nekem nyereség volt, az kárnak és szemétnek ítélem most is, hogy Krisztus megnyerje. Mert ő a legnagyobb gazdagság. Aki Krisztussal testvérek találkozni akar, és szeretne más emberként hazamenni, annak valahonnan ma is le kell szállni. Zákeusnak le kellett szállni a fügefáról. Leparancsolta Jézus, amikor megállt alatta, felnézett, és azt mondta, hogy szállj le hamar, mert ma nekem a te házadba kell megszállni. És a kettő királyok ötből még eszembe jutott az a jelenet, hogy amíg a leprás Naamán pöffeszkedett a szekerén, és nem volt hajlandó megtenni, amit Isten a prófétán keresztül üzent neki, addig nem volt változás. Amikor leszállt a szekéről, és lement a vízhez, és levetette a ruháját, és megmutatta, hogy ez vagyok én, és belemerült 7-szer a Jordánba, az Isten embereinek a beszéde szerint, azt olvassuk, hogy amikor kijött, olyan volt a teste, mint egy kis gyermeké. És még egy gondolat van itt ebben az igerejszben. Amikor kijöttek a vízből, mármint Fülöp és az udvari főember, az Isten lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta ő többé az udvari főember. Vajon miért? Azért, mert Fülöp elvégezte a küldetését. Ott már rá többé nem volt szükség. Ezt az embert elvezette Krisztushoz, bizonyságot tett neki róla, ő megismerte Jézust, és Isten elragadta őt. És ő alázatosan, mint az Úr szolgája, kész volt eltűnni, sőt, hogy a történetünk befejeződik, kész volt más utakra menni. Mert nem ő akart fontoskodni, hanem azt akart, hogy Krisztus legyen a legfontosabb ennek az embernek a számára. Emlékeztek, hogy a János evangélium a 3. részében olvassuk, amikor megjelenik Krisztus,
és keresztelő Jánost kezdik a tanítványai félteni, mert neki is voltak tanítványi, hogy lassan mindenki Jézus után megy, te meg itt maradsz egyedül. És azt mondja János, akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig az, aki ott áll a vőlegény mellett, és örvendezve örül a vőlegény hangjának. Ez az én öröm, mint már betelt, aztán így folytatja, mert a 30. versben neki növekednie kell, nekem pedig a lábszállam. Új fordítás, úgy volt, kisebbé lenne. Aki nem tud alábszállni, vagy ha kell eltűnni, az az ember testvérek nem szolgálni akar, hanem feltűnősködni és szerepelni. Fülöp kész volt eltűnni. Nem látta ő többé ez az udvari főember. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy nem kezdett el háborodni. Nem kérte ki magának, hogy micsoda dolog ez. Hát milyen igazságtalan az Isten. Éppen most találkoztam egy lelki testvérrel, egy jó vezetővel, de jó lett volna még tovább is együtt beszélgetni, meg egymás hite által épülni. Ehelyett testvérek, mást olvasunk, hogy Fülöp eltűnt, de ez az ember örvendezve haladt tovább az ő útján. És ez ennek a ma esti szolgálatnak a címe, hogy örvendezve haladt tovább. Miért? Mert Fülöp ugyan eltűnt, mi volt ennek az örömnek a titka? Az, hogy Jézus ott volt ennek az embernek a szívében. Őt vitte haza. És ő vitte, ez volt az örömének az alapja, hogy Isten szolgája eltűnhetett ugyan mellőle, de a megváltó, aki ezt elvezette, és akit általa megismerhetett, az mindörökre vele maradt. Az a szép halleluja ének jutott még eszembe ma reggel, szent bizonyosság Jézus enyém, földi utamra sugárzik-e fény, válasz örökség mennyei rész, lelkem újjongva fölfel néz, a második vers, hogy ha szívünk Jézus az Úr, béke öröm vele mind bevon. Ezt testvérek nem lehet megjátszani, ezt nem lehet ráerőltetni az embernek az arcára mosolyként. Ez a lélek gyümölcse, hiszen ott van a Galata 5.22 volt szeretet, öröm. Ezt az Isten munkája ki. És ezért olvasok a 16. Zsoltár 11. versében is, hogy megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűség vannak örökké. Aki az élő Krisztussal találkozik, ahogy találkozott ez az etióp kincstárnak is, és megismeri és befogadja, az más emberként megy tovább. Annak az embernek lesz élet célja, és az tudja, hogy hova, milyen irányba tart az élete. Hadd fejezzem be egy kis történettel. 90-es évek elején, amikor Isten elhozta, úgymond, a rendszerváltás után az úgynevezett nagy szabadságot, és Magyarországról is több ige hirdető átjött Kárpátaljára evangelizációs hétre igét hirdetni. Emlékszek rá, akkora csoda volt az Istennek, hogy egyszerre 40 gyülekezetben volt evangelizáció egy héten, hétfőtől vasárnapig. És annyira tele voltak a templomok, hogy minden gyülekezetben legalább 400-500 ember gyűlt össze, minden este az ige hallgatására. És az egyik gyülekezetben, Akliban, ami ott van a román határ mellett, a Gondok bácsinál volt elszállásolva a tiszteletes úr. Ott vacsoráztak, és az utolsó este addig is beszélgettek persze sokat az igéről, de megkérdezte, hogy a házigazdától, hogy mi maradt meg az egész hét üzenetéből házigazda szívében. És a bácsi nagyon őszinte volt, és csak annyit mondott a lelkésznek, tudja, tiszteletes úr, a lényeg ott maradt. Maga holnap elmegy innen, de Jézus itt maradt a szívemben. Bácsi, elmondhatnád te is ma este ezt a lényeget, ilyen őszintén és egyszerűen, hogy az Isten szolgája tovább megy innen, de egy valaki
szívemben, sőt, az én életem, az én szívem lesz Krisztus lakóhelye, és igaz lesz az apostol hallomása, hogy lakozzék Jézus hitáltal a szívetekben. És én ezt kívánom nektek, hogy járjatok vele, tegyetek bizonyságot róla, és áldjon meg az Isten titeket, hogy életetek minden napján szívetek utolsó dobbanásáig el tudjátok mondani ezzel a lélek által való örömmel, hogy velem vándoroló utam, hogy Jézus gond és félelem elér, elvisz, elsegít engem a célhoz. Ő a győzelmes, ő vezér. Hadd legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyám, hálásan köszönjük neked ezeket az estéket, ezeknek az estéknek az ajándékait, a gyülekezeti közösséget. Állunk, hogy volt hozzánk szabad üzeneted, és nagyon szépen köszönjük mindazt, amit megértettünk, és a szívünkbe zárhattunk. Állunk téged azért az örömért, amelyet Jézus Krisztus hozott, és megszerzett az ő bűnszenvedés és halál által. Köszönjük, hogy valóban teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Légy áldott, hogy lehet örvendező szívvel tovább menni, úgyhogy Krisztust visszük haza. És könyörülj meg rajtunk, hogy ez valóban így legyen. Hogy az otthon maradottaknak is, és a falubelieknek is fel tudjuk ragyogtatni ezt a Krisztust. Hadd lássák meg rajtunk ezt a változást. És ha rákérdeznek, akkor hadd tudjunk erről minden szégyenkezés nélkül bizonyságot tenni. Köszönjük a kegyelmi időt, köszönjük azt a sok-sok ajándékot, amit ma is kaptunk tőle. Köszönjük a gyülekezet közösségét, a veled és az egymással való találkozás örömét, és hálásan köszönjük a te drága igédet, a te ígéreteidet, köszönjük a bűnbocsánatot, az örök életet, a kín keresztet, a drága vért. Édesatyám, kérlek, hogy áll meg itt élő népedet, áll meg ezt a gyülekezetet, áll meg lelki pásztorát, az ő családjával együtt, áll meg a segédlelkészt, a presbitériumot, ennek a gyülekezetnek előjáróit, add Uram, hogy valóban hűségesen tudják végezni a rájuk bizott feladatot, tudva, hogy az ő munkájuk, de benned nem hiába való. Kérünk a gyülekezetben a kicsi gyermekekért, könyörgünk az ifjúságért, kérünk az életünk delénjárókért, a házasságra készülőkért, a hittanusokért, a konfirmandusokért, kérünk a megfáradt és megterhelt öregekért, könyörgünk a betegekért, akik talán lélekben minden este itt voltak velünk, de betegségük, próbatételünk áthoz kötötte őket, ajándékozz meg őket türelemmel, és építsd fel a te akaratod szerint, testileg is őket a te dicsőségedre. És könyörgünk a gyászban járókért, a vigasztalást keresőkért. Mutasd meg nekik, hogy te vagy az út, az igazság és az élet, s ajándékozz meg őket olyan reménységgel, ami nem szégyenít meg. És kérünk téged, hogy kísérje az otthonainkba, áld meg az éjszakánkat, maradj velünk, és maradj velünk kegyelmeddel, Úristen, s adjad, hogy mi megálljunk mindvégig a hitben. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
mindezek után otthonodokba távozó szeretteim fogadjátok a mi Urunk áldását. Ezt mondja az Úristen, eltöröltem álnokságodat, mint felleget, és mint felhő bűneidet, térj azért hozzám, mert megváltottalak, így szól könyörülő Urad. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, Istennek adok hálát és dicsőséget azért, hogy a elmúlt három estén hirdethettem közöttetek Isten igéjét. Köszönöm, hogy megismerhettem ezt a gyülekezetet. Többször elmentem már emellett a templom mellett. Először szolgálok benne, és nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm a lelkész testvéremnek a meghívást, családjának is a kedves vendégfogadtatást, és mindazoknak, akik hozzájárultak a mi élelmezésünkhöz. Köszönjük szépen a szeretetet, a süteményeket, mindent. Isten a gazdag áldását kívánom életetekre, a gyülekezetre. Hát tovább szólít az Isten egy házzal, úgyhogy nem megyek még vissza Kárpátaljára, szokták mondani, folytatása következik. Úgyhogy majd a tiszteletes úr mondja a hirdetésben, de hadd mondjam azok kedvéért, akik esetleg nem tudtak valami miatt itt lenni az elmúlt estékén. Kármely bácsi adott hozzám az ének közben és súgta, hogy hirdessen ki, hogy a YouTube-on vagy Kálmán Szabó Facebook oldalán meg lehet találni mind a három estének majd a felvételét, tehát lehet megnézni és lehet hallgatni. Örülünk, hogy az elmúlt két estének is a szolgálatát, az anyagait Kálmán bácsi feltette, és ebben szolgál az Úrnak is sokaknak épülésére. Elmondta nekem az előbb, hogy több mint 30-an megnézték már. Áldjon meg Isten azokat, akik látták, hogy valóban hitükben megerősödjenek és épüljenek. Kívánom, hogy az Úr áldjon meg benneteket, és legyen ott a szívetekben az az öröm, amennek az etióp kincstárnak az életében ott volt, amiatt, hogy Krisztus ott lakik hitáltal a szívetekben.